Műsorunkat a Hitspace, a Neumann, a Sennheiser, a Universal Audio és az ATC támogatta. Stratégiai partnerünk a Magneto Music Group. Sziasztok, kedves MPV-sek, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt az MPV-nek a csatornáján, és ha ezt a videót látjátok, akkor a nyári szünet üzemmód így aktiválódott, ami azt jelenti, hogy ilyenkor másfél hónapra kicsit visszavonulok, és gyűjtöm az inspirációt az új szezonra, ilyenkor mindig egy picit így kipihenem így az évad fáradalmait, illetve olyan dolgokat is kitalálok, ami mondjuk az őszt meghatározza. És most az ősz azért is lesz meghatározó, mert így a műsor alatt is, tehát miközben nézitek ezt a videót, már szét van szedve, ez itt mögöttem, tehát ezt itt az utolsó pillanatban sikerült rögzítenem, amikor még nem kaptam szét semmit, meg költözik a stúdió egy nagyobb helyre, úgyhogy szeptembertől már egy megújult környezetben, megújult stúdióban várlak titeket újra. És hogy addig is ne unatkozzatok, Próbáltunk régi jó részekből szemezgetni, kicsit újra kicsit újra kicsit nosztalgiázunk Tomival, és hiányzik nekünk mindig Tomi, úgyhogy a nyár. Tomis adásokról fog ismét szólni, kicsit újra gondolva, újra vágva, illetve próbáltam olyan részeket is előkapni, amit már abszolút nem publikusak itt az MPV csatornáján, úgyhogy szerintem lesz egy csomó számotokra még újdonság is. És jó páran kérdeztétek minden héten, hogy akkor mi van az MPV bónuszcsoportokkal, ez most már tényleg vélegesen bezárult volt, egy lehetőség pár hete, hogy még lehet oda csatlakozni. De továbbra is, ha valaki a Tomi féle videókat szeretné kizárólag elérni, akkor van egy link a leírásba, ahol ezt meg tudjátok egy csomagba vásárolni, amiben tulajdonképpen mind a négy évad összes Tomis videója benne van. A kérdésre pedig az a válaszom, hogy miért nem elérhetőek már az MPV bónusz csoportjai, azért, mert a tartalomnak egy kis vagy nagyobb hányada már egy picit outdated, a csomó információ sajnos a rohanó világ miatt már nem annyira aktuális, úgyhogy nem szeretném, hogy ezeket például az új látogatók mondjuk már így, így lássák. Én ezt legszívesebben letörölném, csak azért nem törlöm le, hogy aki már befizetett x éve, vagy mostanában, ők még elérjék ezeket az anyagokat. Úgyhogy aki benn van, ők ne aggódjanak, viszont az újak számára már csak ez a külső, kidobozolt változat elérhető, amit csak a tomis adásokból tettem össze. Ezt külön bármikor meg semmi semmifajta restrikció nem várható ilyen téren. És rengeteg könyv is várható majd, itt ősztől jön Puha a könyve, Galambó a könyve, és még én is készültem egy nagyon érdekes könyvvel az éjjel kapcsolatban, még a meglévő ébből tonos mellett, úgyhogy sűrű lesz ez az augusztus, szeptember, október, november, december. Vigyázzatok maratokra, és kellemes kikapcsolódást kívánok a nosztalgiázáshoz. Hát szerbusztok, itt ülök. Krajcár Peti kollégámmal üdvözlök mindenkit. A Dani is itt van, csak a kamerának a másik oldalán ül. Ha játok, kiabál hanggal. Ő fogja majd megnézni a kommenteket, meg beolvasni nekünk, meg minden ilyen Már egy csó mindentől lelkemre kötött, úgyhogy ez most egy ilyen kicsit nem hagyományos adás, ugye bár Peti Kim. E, hát aki nem ismerni Krajcár Péter a New Level Empire kiváló zenekar oszlopos tagja. Hát mióta? Na, ki sem mondom hány éve. Azt hittem még fényezel, és én csak így nem, bólogatok. Nem, nem, igen, nem, nem, fényezni akarok, csak ja. nem akarok már évszámokat mondani, mert az kellemetlen tud lenni. Tudod, mind kellemetlen igen, lenni, mind, kellemetlen lenni. Lényeg a lényeg, hogy ugye Anno Dominium, mi találkoztunk, akkor így azért főleg ilyen villanyzenéket ö, szereltél. Igen, Mindig igen, is igen. ilyen nagy szintetizátoros ember voltál és hát az, mi elég sokat dolgoztunk együtt, és hát így azért, mit tudom, mondjuk sound design ba van egy kis stúdiód, ugye azt is el kell mondani, van, hogy azért ott, 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 ott ott azért énekeket is veszel fel, gitározgatsz, egy uh -huh. minden ilyen dolog történik, ami csak belefér. És hát így a közönség is jól ítérni, meg amit csinálsz, meg hát a piaci szempontoknak is tökéletesen megfelel. Nagyon már nehezes. csak statisztikai alapon Igen, is. Már csak statisztikai alapon is. Úgyhogy úgy, egy sztárral ülök most egy asztalnál, kérem szépen. Látható itt egy. Nem tudok vitatkozni. Igen. Ne... Nehéz. Igen. Látható itt egy ilyen szintetizátor, meg az is volt a műsor címének kiírva, hogy itt beszélgetünk majd ilyen mindenféle zenei, meg hangszereléses, meg, meg zenei, meg hangszereléses, meg zenei, meg hangszereléses dolgokról. Úgyhogy majd uh, erről folyik a mai műsor. Én ott az én sokat dolgoztam veled, aztán én úgy kimaradtam. Tehát amikor Filippóval... Mi történt? Igen, hogy valójában mi történt. <laughs> Tehát most nem az, amit az én parti magazinba olvasok, mert. Hát tudod lefotóztam a prezettjeidet, és akkor megpróbáltam beállítani, ah, azt rájöttem, az. <laughs> hogy megy. <gül> <gül> Igazából az történt, hogy akkor elindult egy ilyen karrier, egy viszonylag nagy lendülettel indultunk mi a 2000-es évek elején mert bejött a képbe egy ilyen amerikai ö, lehetőség, elkezdtünk remixeket csinálni viszonylag nagy sztároknak, Beyoncé-nek, meg John Legendnek, meg Emery, meg ö, aztán eljutottunk Tiestoig, Britney Spears-na nem jutott az eszembe, Pussycat Dolls meg ezek a csajok ö, ott a szoninál voltak, nagyon jó volt ott a, a fekvésünk, az első pár meló után ugye dobtak egy csomót, és akkor nyilván elkezdtünk berendezésekbe beruházni, összeépítettünk egy több komoly kis cuccot, és akkor azzal csinálgattuk évekig, aztán nem mondom, hogy megtanultam, hanem ö, tanulgattam őket, és akkor így ö, azt hittem akkor, hogy ez megy, ez nekem egyedül is. Aztán ma már rájöttem, hogy megy. <laughs> Nagyszerű. Aztán, ahol nagyon sokat szoktunk találkozni most, a reklám helye, Roland Dendorzer is vagy, és pont a múltkor, amikor a hangfoglaláson én még nem is láttam a sódot is megnézterek, és tökre beszartam, hogy, a, hogy milyen, milyen ügyesen Hát igazából, semmit. Én, én a Roland miatt költöztem egyébként Budapestre, tehát nekem ez az egész történet onnan indul, hogy ott dolgozhattam annál a cégnél. Ugye megismertem az összes hangszert, nyilván pillanatokon belül szerettem volna demózni, megmutatni a hangszereket, erre lehetőséget kaptam, aztán mióta nem dolgozom ott, ez a demózás nekem megmaradt. Uh -huh. Egyrészt szeretem, másrészt rohadt jól fizetnek. <gül> Na, <laughs> sátogok, hogy itt egy remek karrier lehetőség, tessék, endorzer demó embernek lehet menni. Népként tényleg ez egy szívügy, tehát most hülyeskedtem szeretem az összeset, és, és, szeretem őket megmutogatni, mert egy csomó olyan paraméter. Most már a hangszerek is más, hogy tehát mindenféle Mit szóval marketing... Mit az új palettához? Most azért nagy váltás volt a Rolandnál. Nagy váltás volt a Rolandnál, mert, mert, mert ugye évekig nem, hát mióta Roland a Roland, igazából az egy japán cég volt, ugye. Most is az, csak már itt, itt mindenféle nemzeti érdekek beleszólnak ebbe, és így kinyílt a, a, a az ollójuk, meg a termékpalettájuk, meg a látásmódjuk, meg, meg a a lehetőségeik egészen más dolgokba is belenyúltak. Szerintem összességebe véve pozitív irányba billent a történet. Ugye biztos te is észrevetted, előszedtek régi, régi nagy klasszikusokat, ezek a butik sorozatok kijöttek, és akkor sokáig kérdezgették tőlük, hogy miért, miért nincsenek, ha már volt nektek Juno meg, igen, igen, meg igen, ezek igen. a legendás óriás szintik, akkor, akkor ezek most miért nincsenek, hiszen minden egyéb más cég is csinálja ezt, hogy elő a, a retró cuccokat igen. vissza, és akkor megint piacot robbantunk vele, hát, hát ezt most ők megcsinálták egyébként. Igen, na mondom, tök jó cuccaik vannak, nézegettem én is, hogy én is le voltam a Roland témából. Olyan se volt régen, hogy, hogy koprodukció egy másik céggel. Ha belegondolsz, most már van ugye a Studio electronics al egy közös így, így szinti van. csoda. <laughs> Na jó, ennyit a Rolandról. Beszélgessünk a mi témánkról. Figyelj, pontosan tudom, hogy rengeteg zenekar megfordul nálad, aminél nem feltétlenül, mint producer, csak mint stúdió mennek hozzád. Gondolom, elsősorban olyan zenészek, akik vagy, vagy olyan zenékkel mennek, akik tudni. Hát tukit, muszáj kijavítsanak kiavít, egy picit, mert igazából pont, hogy nem így van. Pont. Tehát fort, így van. igen, igen, hogy nem, nem is a, a zenekarok jönnek hozzám, hanem, hanem dalok uh -huh. jönnek hozzám, és azokat szoktam így hangszerelni, keverni, megmenteni, várat építeni valamiből. I igen. Na és akkor ez a váratépítés, ez, ez, ez izgat bennünket szerintem, hogy, hogy ez egy ilyen váratépítés folyamat, az hogy megy? Egyébként szerintem én ebben vagyok a legjobb. Jó van, azért kérdezem ezt így. <laughs> azért, azért, mondom ezt, mert, mert tök hamar, hogyha, hogyha megcsináltál ezer ilyet, akkor tök hamar rá tudsz jönni, hogy hol vannak ugye a gyenge pontok. Így van. Ö, és ö, szerintem ebben nekem már óriási rutinom van, és viszonylag hamar tényleg rá tudok ezekre tapintani. Megmutogatom, elküldöm, visszaküldöm, viszonylag rövid időn belül, és akkor csodálkoznak, hogy Úristen, ebbe ez is volt. Igen. Uh -huh. Vagy adott esetben egy kézdal, amir, amiben érzik, hogy, hogy jó, meg minden, csak valami mégse, mint amikor ott-ott belelépsz a piszokba, Ö, és ö, nem tudod, hogy honnan jön a szag. Ja, és nézed, tiszta a cipőd, és nem érted, de azok a pici, apró kis izék, azok mégis ja, 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 ja. napokig büdös van. <laughs> jó, hát ez gyönyörű. Igen, mint, Te mint, szoktál ilyen metaforákat igen, használni. Próbálok fölzárkózni. Kihagytam még, hogy világos, érted, amiről beszélek, érted, amit mondok. Oké. Okay. Akkor szoktál nézni bennünk. Persze. Mik azok a ilyen kvázi kezdőknek való jó tanácsok, amiket így Tudnál mondani, tehát hogy így? Hát első és legfontosabb, ami mellett sajnos nem lehet elmenni, az a, és, és napi szinten szaladok bele, azok a szolfés hiányosságok. Uh -huh. hogy, hogy ugye most már nagyon sok kisgyerek csinál zenéket, és viszonylag hamar egészen jól hangzanak ezek a zenék. Ugye, mert rengeteg hangminta van, azokat a hangmintákat már megcsinálta valaki, tehát azzal nem kell foglalkozni, uh -huh. hogy most ez miért ilyen, hanem ott van letöltöttem, aztán szól végül is, senki nem fogja megkérdezni, hogy honnan van. Ez tök igaz is. Csak a, ezek a piti uh, és hibák, amiket napi szinten elkövetnek, amellett uh, néha tud az jó lenni, csak ugye azt annyira akarni kell. Hogy igen, ritka. Én én hogy igen, igen, igen. hogy az ritkán. Uh, Ö, és és ez, ez rettenetesen bosszant, hogy igazából minimális energiabefektetéssel akkorákat ugorhatnának minőségben felfelé, hogy ezt nem is tudják elképzelni. És szerintem mindenki rettek tőle egy picit, hogy ez valami örületesen bonyolult dolog, pedig ha már veszi az energiát és a fáradtságot és a, és a, és a pénzt, hogy ebbe, ebbe időt, meg mindent szentel rá, akkor az a pár óra kis alapelméleti tudás amit össze lehetnek ukázni akár a youtube-ról azt nem értem, hogy, hogy, hogy miért nem érdekli őket, vagy miért nem zavarja Igen, Akkor mondok, mondok, egy jót. Mi van? Ú, mert most ugye ez a, ez a műsor azért egy óra, tehát egy, egy órában most tudom, el tudom mondani, hogy hogy lehet zongorázni. Ezek a billentyűk hangosabbak, mint Igen. ezek. a feketéket tehát... meg ne használd. Igen, tehát... <laughs> 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 ja, ja, ja. világos, hogy nem, nem, fogunk most itt nagy komoly oktatásba kezdeni, de akkor felteszem úgy a kérdést, hogy... a, segíts nekik abban, hogy mik, merre kell kaparászni. Igen. Tehát, hogy, Na, hogy, 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 hogy mik azok a, a, azok a csapás irányok, Abszolút. amin induljon el. Mert világos, még egyszer ismétem, ez mindenkinek a saját lelkére van bízva, tehát tanulás nélkül nincsen eredmény, tehát ezt magadnak fogod kikapálni. Igen, csak megint ne meg őket, tehát ezt nem, nem, kell, nem kell éves távlatokba gondolkodni. Tehát most már pont van arra lehetőség a digitális technika által, hogy, hogy ne kelljen van elmélyedni benne túlságosan. Persze, hogy nem mondta, uh, Igen, üzik. igen. Én most nem akarom, se, aki akar, mélyedjen, természetesen, csak nekem az a bajom, hogy azokat a minimális uh, szinteket sem érik el. Adott esetben egyébként praktizáló menő producerek, <laughs> uh, aki érted, nem veszi észre, nem hallja, és, és lehetne sorolni, hogy megjelent dologban hol és milyen. Uh, nem ne uh, nekem. Vannak, és tudod, az a baj, hogyha hogyha már ez kap egy ilyen internetes, vagy bármilyen közönséget, akkor ez abban a másodpercben, és mondjuk ez egy bazi nagy közönség. Az az ember ö, vette volna a fáradtságot, és ö, csak valakit megkérdezett volna, mint egy lektort, hogy hagyja jóvá, tudod, hogy minden rendben, ö, és, és azt az egy hangot odébrakták volna, és ugyanannyian nézték volna meg a Youtube-on. Igen. Csak nem arra nevelnénk őket, hogy uh -huh. az is jó, meg az is jó. Uh -huh. Tehát a, a, ez most nem fogja legitimálni, érted, a, a, a erőszakos kis szekundsúrlódást, mert a basszusba. Főleg <laughs> érted? <igen. gül> Tehát attól attól még azt nem fogjuk elfogadni ö, szakmailag, mert, mert nem nem jó. Így van. Ö, csak annyi, hogy lehetne jobb is. Tehát igazából lehetne jó, tökéletes, és akkor minden rendben van. Oké. Okay. Csapás irányról csapás kell irány. Igen. Tessék, csapás Igazából. Irány. Ö, azért, azért, azért bátorítok mindenkit arra, hogy tényleg akár egy ilyen pár órás internetes YouTube böngészéssel nézen, utána az összhangzattannak, mert uh, onnantól kezdve, hogy mondjuk fogom a fogom a szintinek az oktávgombját és uh, föl tudom tolni, ugye így transponálni is lehet magyarán, nem kell megtanulni az összes létező hangnemet. Elég, Igen. elég hogyha egy bazi egyszerű C-ből kiindulva, mondjuk egy C-dúskála, vagy egy álmos skála valakinek megvan, ez 12 hangot jelent a, a egy oktávon belül. Utána már ismétlődik, tehát ugyanaz van. Tehát nem, nem egy ördöngőség, ráadásul, hogyha akkordokról beszélünk, meg összhangzattalról, az se túl bonyolult, ha belegondol, csak egy hang nemben gondolkodva, mert tételezzük fel, hogy a transponáló gombbal akármelyik irányba eltoljuk valahova, és akkor már a dalunkhoz illeszkedni fog. Ö... Kromatikus skálán. Igen, 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 igen. Nem Ö, Hogyha, hogyha megtanuljuk, felfedezzük azt a 6-8-10-12 féle akkord kombinációt, amik a mai pop, és akkor pop alatt értem a mindent, tehát ebbe benne van a rap, hip-hop, mit tudom De én. Júdítsum, 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 igen, és ö, ö, ezekből bőven meg lehet élni. És, szóval már, és már elég, nem meg lehet élni, elég a, ez a szint ahhoz, hogy ne kövessünk el ilyen hülye hibákat. Uh -huh. Aztán, aztán, hogyha valaki ezt már unja, akkor persze lehet ö, folytatni a történetet tovább. Ha már valaki azt tudja, hogy ez egy dur, ez meg egy mol, és akkor ebből van mondjuk, mit tudom én, 6-8 féle, amit egymás után játszva ilyen-olyan kombinációban. Ö, a, legjobb, a legjobb gyakorlat, hogyha mondjuk jó pár ilyen popdalt, mondjuk csak amik tetszenek nekem, azokat elkezdem leszedegetni, tehát megpróbáljuk kitalálni azt, azt az akkordkört, azt a dallamot, ami ott szerepel, ami ott van, és hogyha megfelelően nagy mennyiséget csinálunk ebből, akkor egy idő után rájövünk, hogy mondjuk a klasszikus kört ugye 46 dalban hallottam csak ma. <gül> <gül> csak ez mondjuk lehet, hogy más-más hangnemekben szólal meg, de attól még az ugyanaz maradt. Most szándékosan fekete billentyűs verzióban játszottam le ugyanazt, igen. igen. Azért csak felé fizetik Na, a mert csak, csak hogy világos legyen. Tehát ahhoz, mondjuk van ez a négy akordos kör, hogy én ezt minden hangnembe le tudjam játszani, ahhoz ugye tökéletesen ismernem kell. Hogy ámolból csináltuk először. És hogyha most már csak egy, egy nagy szekundal lejjebb megyünk, akkor már nekem tudnom kéne, ugye nem magamról beszélek, mert én tudom a, a, a megfelelő kombinációt, ami már így néz ki, hogy... és amit most csináltam, az már ufó annak, ugye, aki ezt először látja. Igen. Viszont, hogyha fogod a transponáló gombot, ami fogalm sincs, hogy ezen hol van. Ki volt, oktáv shiftet tud csak, de biztos lehet. Ö... Lehet, hogy lejjebb kéne hangolni is. az oszcillátort. Igen. Nem? Mindegy. Biztos van valahol ilyen egyszerű is. A lényeg az, hogy Odébb tolod, mit tudom én, a Logic oda van írva, hogy Transpose, mínusz kettő, és ugyanott fogod játszani, csak már lejjebb fog ö, szólni, és akkor már nyertünk egy fél utcahoz. Értem. És ö, hol lehet ennek utána nézni? Tehát például neked vannak erre forrásaid, vagy. Hát ö, én nem tudtam utána nézni. Én azért kérdezem, ö... hogy nincsen valami okosság erre? De. Biztos, hogy van már a YouTube-on egyébként, mert hát szalad... klasszikus izé, összhangzattan című 870 oldalas Igen. könyvet olvasgattam. Na de ez az, hogy ez így ijesztő. Tehát, Igen. hogyha ha valakinek odarakod az asztalra, hogy akkor, akkor tudsz jó popzenét csinálni, ha ezt a 800 oldalt már vágod. Ami igaz, viszont, viszont hogyha a 800 oldalból ugye leszűkítjük, mert maradjunk a cédúrnál, meg az ámolnál, akkor az, az már csak 100 és akkor még abból se kell az összes kombináció, akkor meg már 30 oldalból tulajdonképpen el lehet lenni, és amikor az ember azt már elkezdi unni, akkor úgyis is elkezdesz valami valami szűkítettet hozzárakni, érted, és akkor már érdekesebb lesz, rájössz, hogy nem is olyan rossz. Vagy például csak abba gondoljunk bele, és ez mind-mind külön kombinációnak számít, hogy mondjuk van egy C dur, ugye az háromféle fordításba létezik, attól még az ugyanúgy C dur marad. Most, hogyha ez valaki először látja szintén, ugye akkor, akkor így képzeli el, akkor ez lesz az ÁMol de ezt mindegyiket úgy háromféleképpen lehet. És ha én ezt a háromfélét elkezdem a el négy akkorddal kombinálni, az már 12 variáció. De igazából, ha egyszer átlátja valaki ezt a mátrixot, meg egy oktávon belül elkezd, Nem, elkezd kiokosodni. 91. Mindegy. Ha egy... ne, de, hogy mindegy. De, de, de ha már egy oktávon belül kiokosítod magad, hogy ez ugyanaz, mindez, akkor, akkor utána már nem lesz olyan ö, borzasztó lejátszani a It's My Life-ot. Ja, a kedvenc. Mert ugye azt elméletileg így kéne, hogy de ugye ő akkordfordításokat használ, mert egy zseni. Ilyesmi, igen, nem? hát, hogy jó szűkén kell mozogni. Igen, 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 vagy, vagy mondjuk, ha odáig eljut már egy ö, illető, hogy szintén megvannak ezek az akkordok, az a tíz, és akkor már unja, meg nincs, akkor például el lehet őket felezni. Tehát nem feltétlenül kell ö, mind a három hangot használni belőle, ebből is rengeteg sláger van, hogy ö, akár, akár csak kettőt, a, a basszus legyen mindig jó helyen, és akkor azt a tercet meg, ö, a terccel már lehet játszadozni megint csak akordok voltak, csak hiányzott belőle egy hang. Igen, ilyen hiányos. Ja, ja van egy erős tonika érzete, ugye bár is akkor így akornak érzett, pedig az valójában csak két. Igen, hang. igen, igen. Erre igen, nagyon igen, jó igen. tanulság például ilyen uh, orgonoműveket, meg ilyen két szóló invenciókat hallgatni, ahol ugye csak két hang szól Persze. egyszerre, és mégis retteltes, izé, cédúr érzeted van, vagy akármi, amivel I... éppen a darabot írt. Igen, meg ugye belekanyarodva egy kicsit a hangszerelésbe, tehát hogyha az ember átlátta ezt az mátrixot, akkor ö, hajlamos arra, hogy ezeket a megtanult dolgokat ö, erőszakosan telibe használja, de aztán, amikor például egy olyan hangszerelési szituációba kerülsz, hogy, hogy ez az akkord már sok, és akkor ezen ugye ö, egy, egy picit kevesebbet akarsz, de az érzet megmaradjon, akkor jönnek ezek a két hangos megoldások. Ö, Ez egy new level óta. Ó. Sok ember van úgy, hogy nem is az akordok vannak először a fejébe, hanem mondjuk csak egy dallamocska. Érted, hogy mm -hmm. mit akarok mondani, hogy mit én? Tőn... Érted? És akkor ez ezt kéne valahogy kvázi megharmonizálni, vagy hogy, vagy hogy ezek a dolgok, tehát hogy visszafele fordítva, amikor csak egy, egy dallam menetünk van, vagy egy dallam ívünk. Ha leszettél már száz pop tehát megtanultad az It's My Life-ot, megtanultad a, Coldplay-től a Paradise-t, megnézted, hogy mik azok az akkordok. Nekem melyik volt a kedvencem? Mi volt az a Dr. Albán, a Choosing BPM is by a big problem? Mi volt az? Hello, Nem. Érdemes akkor blattolni, ahogy a zenész szakma nem mondja. Nem blattolni, hanem ez eleinte biztos, hogy sok időbe fog kerülni, mire kitalálod, hogy, hogy mi az a három akkord, hogyha ezzel még soha, sem, soha nem foglalkoztál, de, 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 de megéri, mert rájössz, hogy túl sok variáció nincs, és ha már megvan a hangnem nem ezzel a transponálós módszerrel, akkor pillantak alatt, na és azt akartam mondani, ha már leszettél 100-150 ilyet, és, és van egy, van egy, egy, egy rutinod benne, már az 50 tök tökönnyen fog menni, mert ez valószínűleg volt már 26-tal az előtt csak egy olyan variációba, és akkor már tudni fogod. Így működik igazából a kreativitás, tehát hogy a, megtanult dolgokat elkezded egy más kombinációba összerakni. Igen. Tehát ugye újat nem tudsz kitalálni. Abszra hanem hász, így mondják. Igen, igen, hanem, hanem amiket megszereztél, izé, infókat, azokat fordítva összerakod, és akkor abból, abból lesz valami magyarán, van ez a kis dallamocskád, és a, amiket leszettél, azok közül valamelyik bejön, tetszik, nem tetszik, csinálsz egy másikat. Majd van rá ötletet, persze, megmozdít, és a többé. Igen, igen, igen. Azért nem kell öö, megijedni, például ugyanazokat az akkord köröket használni többször, mert ez rengetegszer előfordul a zenei életben. Persze. Tehát, ö, fiam, is, sok. sokat mondom. nem a, is gondolnád, hogy... Ám a hogy nóta, az minden nap van öt. Ja, de van az a ö, Axis of Awesome, vagy mi az a összeraktak vagy ötvenet, Forsam. Az más, az pornó. De tudjátok! De ez... Erre a négy akkordra elkezd énekelni a csávó, és akkor elénekel egymás után vagy ötven dalt, és ja, akkor rájössz, ja, igen, rájössz igen, igen. hogy úristen, ez is, meg ez is. Persze csak más hangnemekben vannak, de attól még az akkordkör ugyanaz. Uh -huh. Na, figyelj, ez szerintem egy tök jó tanács különbe, hogy, hogy, hogy így az ember elinduljon. A másik kérdés, amiben te nagyon jónak számítasz a hazai piacon, az meg ilyen kicsit ilyen a hangszerelés. Tehát, hogy amit, itt már egy pillanatra belementünk ebbe, ahogy a, hogyha az akkordvázunk mondjuk megvan, akkor mondjuk egy ilyen, mondjuk maradjunk ebbe az én szakkifejezésemnél, szóval egy ilyen diumvisú zenénél, mit tudjuk egy hangszerelésnél, mik azok a, a hibák, amikbe így beleszoktál szoktál szaladni. Én is beleszaladok, tehát az világos, amit te is mondtál, hogy minden elejátszanak mindent. Tehát... Hát az első és legfontosabb és örökérvényű, amit már ezerszer elmondtunk, ugye, hogy ha telerakod, attól nem lesz jobb. Ö, tehát igazából azt az egyensúlyt kell megtalálni már rögtön az elején, és hogyha valakinek ebben rutinja van, és már nagyon-nagyon sokat csinált, akkor már nem jutsz el a sokig, amit aztán majd visszabutítasz, hanem megpróbálsz rögtön valami olyan egyszerűt csinálni. Ö, általában minden ilyen izéből váratépítés azzal kezdődik, hogy ugye átnézem az összes sávot, és akkor a semmiből elindítom, mondjuk a lábdobtól, rakosgatom rá, hogy miket találtak ki a kollégák, miket szeretnének valami. na az ott úgy mások. Uh -huh. Miért raktál két másodperces reverbet a lábdobra? Igen. Tehát az csak, az csak baj fog okozni, valószínűleg összekuszálja az egész alját, semmi izé nem lesz. Ö, és akkor azt ezeket az apró pici hibákat, ugye, mert ez nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy van két-három dolog és akkor azokat az ember meggyógyítja, aztán jó lesz, hanem egy-egy ilyen jól összerakott notába, mondjuk száz pici poti ö, mozdítás okozza azt a, a végén, azt a bődületesen nagyon más élményt. Igen, igen. Ö, szóval, hogy nem három nagy poti van itt, hanem száz hanem nagyon pici. Aha, és... Ö... Ugye én is, én ugye a másik végén ülök a keverőpultnak, tehát én a másik végéről közelítem ugye ezeket a dolgokat, tehát azzal, hogy én nálam is előfordul az, hogy hát a jó hangszerelés az, az fél siker, Tehát gyakorlatilag az a mix, a legalább a fele, hogyha a hangszerelés rendben van. Most egy csomószor nálam is előfordul, hogy hogy ilyen tolulás van. Érted? Tehát, hogy ugyanazt a dolgot eljátszák 86 féle fordításba, ami gyakorlatilag 12 nótára elég. Tehát, ö, és, ott, és, egyik nem tud érvényesülni a másiktól. Szóval ö, az van, hogy egy csomó, írnak egy csomó belső mozgást, az arpeggiókkal, az ezerre megy, ezen nyolc dilé, az oda transponál, az oda modulál, az most akkor pitchel. És a de az, a durva, hogy hogy kimjutott belőle tizet, Igen. és észre se veszi, <laughs> hogy az nem szól. <laughs> igen, igen, igen mert hát világos, hogy minden ilyen, <laughs> bocsánat, minden ilyen szerkesztésnél lesznek ilyen, az abban a részben ilyen vezérmotívumok. Tehát gyakorlatilag amiért az a, a, a nótának az a része ugye meg lett írva. És én uh, mindig azt szoktam mondani, hogy uh, az a jó hangszerelés, hogyha az szolgálja minden. Tehát, hogy, hogy főleg az mostanában szerintem, uh, nem tudom, javíts, hogyha nem így van, de én így látom, hogy, uh, hogy, hogy a mostani zenék, amiket kvázi modern zenének hívunk, uh, egyik részre a minimál, az ugye, hogy ne mondjam, tehát, hogy. és kész a dal. Uh -huh. uh, a másik az, hogy hogy ugye annyira, annyira csak azok, uh, mint, mint a reklámba, hogy csak, csak az az egy dolog uh, van iszonyatosan kiszolgálva, de az teljesen profin, amit így mondani akarnak, hogy véletlenül se legyen félérthető, érted, hogy most ezen a klip részleten, érthető, amit mondok, Niki Minázs, fenekét kell bámulni, értelem, mondok, egy lábdobra. És kész. Tehát de, a lábdob is csak azért megy tovább, hogy tudjuk, hogy még nincs vége a dalnak. Érted, hogy mit akarok Igen, mondani? de hát fie, onnantól az eszt, ez, a, az esztétikai élmény, ugye, amit, amit, amit kapsz, az, az, az a végletekig egyszerűsíthető. Tehát Minél egyszerűbb és könnyebben befogadható. tehát hajlamos, vagy annál jobbnak ítélni. Tehát mondjuk itt van a rettenetes trap, abban már nem maradt más, csak ugye ez a szubos. Alja talán egy pergő vagy se. Igen. És akkor persze, hogy jó, hát azon nincs mit hangszerelni, meg mit, persze ezek hogy jó, jó ki kell találni azt az alját, meg hogy... Igen, meg, meg jó, meg, jó, meg, meg hogy... a szövegnek olyannak kell lenni, Igen, meg, Igen, meg Igen, ott, ott Igen. más szempontok írvénysének, világos, tehát... Milyen... Nem túl bonyolult egyébként, hogyha ezt nem lövöd túl, akkor igazából ezeket a műfajokat könny könnyebben lehet hozni, arról nem is beszélve, hogy öö, ezekhez a szoftver szintikhez kapsz ilyen pakkokat készen. Tehát igazából mm -hmm. ott van benne a tuti lábdob, nem kell már neked azt megfejteni ö, lábdob szintetizátorból, hogy az miért olyan, ö, hanem ott van öt féle, az egyik úgy is jó lesz. Pillanatok alatt ő szeret varázsolni egy-egy ilyen egyszerű minimált, aztán mm -hmm. ott annyira eltévedni nem lehet. Az eltévedés az általában az ilyen összetette popzenéknél kezdődik, mondjuk, mit az, most, a Coldplay. Tehát amiben van gitár, van, van ö, nem feltétlenül csak elektromos dobok vannak, hanem, hanem azért ilyen dobszerű szöszölések, ugye több ének, esetleg szólamok. <hállítható> <hállítható> és igen, akkor igen, a szinti részlegül is vannak padok, meg zongorák, meg gitárok, meg basszusgitárok, és ehhez még az akusztikus és az elektronikus dobok. Aztán ezt azért már úgy át kell gondolni, hogy mi szól, mivel jól. És azt mondod, hogy gyakorlatilag hogyha mondjuk én teljesen a nulláról akarom ezt elkezdeni, és uh, elkezdek így leszedegetni ilyen dalokat, meg nem hogy ott a hangszerelésben meg minden ilyen dolgokat hogyan csináltak meg, meg hogyan oldottak meg, és most itt nem a designról beszélünk, de van valami műfaj, ami csak arról szól. Uh, abból ö, szerinted össze lehet cipkázni azokat a dolgokat, ö, amikkel. Hát figyelj, ha én visszagondolok az első ilyen tíz évemre, amit ebbe öltem, akkor nekem ez ezzel telt. Uh -huh. Tehát igazából azért mondom ezt, mert ö, emlékszem ezekre a pillanatokra, amikor meghallom azt az adott dalt, vagy, vagy mindegy mit, és azon gondolkozok, hogy ezt hogy csinálta? Tudod, és akkor nem tudod. Tehát nem tudod, hogy hogy csinálta. És akkor elkezdesz utána járni, próbálgatni, és ez csak rájössz. Tanival is van egy két ilyen sztoré. Még jött be a sidechain őrület Erik Price a 2002-ben, vagy nem tudom, hányban, jó bocsánat. Ö, és akkor ugye mindenki kérdezte, hogy az hogy? Az hogy? Hogy úgy, úgy pumpál, mint az állat, és akkor. Jöttek a, jöttek a gyerek, én is elgondolkodtam rajta, tehát én se tudtam így, hogy... hogy, hogy Fú, hát Mi, mi jut mi eszed so be, be először? Mi jut eszed be Hát valaki rángatja a hangerőpotit, nem? Elhozta a csávó a projektet, és látom, hogy így végigrajzolva. Valójában igaza volt. Tehát én. igazából tök mindegy, hogy csinálod meg, Persze, persze, persze. Sőt, lehet játszani ezt a mod. Tudod, tehát... Ja ja ja, 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 Igen, igen, igen. Csak tudod, ott, ott a vokál meg úgy minden egybe izé pumpált, persze, persze. És, akkor, és akkor tényleg csak az jutott az ember eszébe, hogy így hangerő. Aztán persze jött az első ez tutoriál a YouTube-on, és akkor már mindenki tudta, hogy sidechain kompresszor. Pedig ez annyira régi, tehát emlékszek rá, hogy amikor persze. először életemben ben voltam a jó. rádióba, ott rögtön ott volt a voice over nevezetű gomb, tudod, igen, ami arra igen, arra hogy igen, igen. jó estét kijelök, jelentés következik, és akkor a Aha, automatikusan lerántotta, automatikus, az lerántotta Aha. mint az állata, Ezért a a kísérőzene, hogy hívják ott, hogy, ja. hogy, 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 rá lehessen beszélni, tehát ez abszolút ilyen, íz, ment ez a ducking, vagy nem tudom, hogy hogy lehet ezt hívni. És képzeld hogy voltunk Olaszba. A, a Karmatolik produkcióval, amiről az elején meséltem, mert a Jól az kiadóval dolgoztunk, és történetesen Benny Benassi-ék is ö, annál a kiadónál ö, voltak. És akkor, ö, akkor jött a Satisfaction. Uh -huh. Vágom. Na abba, ugye addig volt ez a, megjött a lábdó, is, buah, csavarás, és akkor kérdezte hogy és ismered őket? De persze, 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 képzétek el, tollal, ilyen filztollal be van jelölve a kompresszor, hogy a Satisfaction-nél hogy álltak a potik. Tudod? Nehogy valaki elcsavarja, és már ne tudjuk visszaállítani. <laughs> <laughs> Alkolos filccel be volt jelölve. Értem. Igen, hát azonult, ha bejött, úgy ja, az, ja, ja, az, ja, ja, az egy, az az egy fölírták, fix, fix Fölírták fix a fiúk. Te mennyire vagy hívva a Most ezt csak így kérdezem. Engem, Tehát... engem megpróbáltak monokompatibilitásra nevelni. Tehát igazából én, amikor kezdtem, akkor mindig, mindig ö, rácsaptak a kezemre. Igen, meg, én is meg vele deleget. Igen, ö, meg állandóan. A, egyébként a mai napig benne van a reflex, bennem van a reflex, tehát a, a, a kis monitor ott a monógom, azt mm. néha benyomogatom, nem is értik, hogy, 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 hogy miért. Ö, de most mondanám azt, hogy elengedtem ezt, hogy nem, tehát próbálok figyelni rá, próbálok figyelni rá, de már nem olyan intenzitással, mint régen. Ugye a kérdés az, hogy milyen platformokon hallgatják monóba, milyen esetekben van ennek akkora jelentősége, mint régen volt. Van-e? Van. Tök fura, de... Nyilván. Világos, hogy a ki, ugye én a régi iskolás... Részé hangmérnök vagyok, Persze. tehát én nálam a Jackson az irányát tehát hogy minden a helyén legyen. És ugye az van, hogy sokáig, tehát pont ez a 2000-2005-2010 között így volt egy ilyen nagy rohadt káosz, tehát hogy még volt CD, megjelent izé, meg ezen, meg azon, meg miután nem volt lekristályosodva, hogy milyen platform van. Mára az tiszta sor, hogy gyakorlatilag az interneten kívül nincs más platform. Tehát az emberek nem nagyon használnak más hanghordozót, csak ezeket az internetes formátumokat. Most legyen az AC MP4, akármi. Anó Domini 1992-ben, amikor szavaznunk kellett, hogy mi legyen az MP3-mal, hogy akkor elfogadja az AES vagy nem. Ja. Akkor van egy ilyen körülbelül 800 oldalas whitepaper leírásom az MP3-ról, hogy egy ilyen kódak hogyan működik, Jézusa. mi az amit hagyják és És ez a kodak az azzal kezdődik, hogy MS kód. Uh -huh. Tehát magyarul ami 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 nem, ami meghalmonóba, az nem, nem, nem is uh -huh. nem is tömöríti gyakorlatilag. Tehát azzal, hogy ha statisztikailag nézed, akkor a térinformációk kb. négy-hatszor arányaiban, négy szor jobban sérülnek, mint a, mint a mint direkt a... információk. Persze. Tehát öm, vannak olyan zenék, amik egyszerűen képtelenek működni ezeken a platformokon pont emiatt. És ugye, mint hangjönök, beleszaladok ugye ezekbe az hogy hát, figyelj, feltettem Youtube-ra, és szar. Hogy mert biztos elbassza a kodek, vagy én valamit, valamit uh -huh. rosszul csinálok, mit én csinálok. Nem, ez az egyszerű, roppant egyszerű módja van. Amikor a 90-es évek elején, mikor még én kezdtem, valószínűleg abból a erából kimaradtál, akkor még ugye nagyon ment ez a a, 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 a lemez, a bakelit. Tehát világos, hogy arról nyomták a DJ-k, stb. Most ugye a bakel itt már fizikailag is egy csomó minden nem lehet, tehát ott, ott azért nincs, nincsenek ezek a ilyen 189 fokos vision stereo meg ezek a tyákok, mert azt nem lehet rá fölvágni fizikailag, tehát az a rendszer persze, nem, persze, persze. nem, Nem, képes. Uh -huh. Tehát ez az, mint a, mint, a negatív számok, hogy tudod, a bankban is ott van, hogy van, itt mínusz 6900 forintom, adják már ide. Tehát, érted, hogy mit akarok mondani, tehát akkor akkor adják ide nekem azt a minusz 6009-et, akkor valakinek becsempészem a zsebébe, és akkor De ez nem így van, mert ez csak egy ilyen képzetes érték, tehát nincs olyan, hogy valamibe teszel valamit, hogy semmi legyen. ez abszolút így van. Most itt az a kérdés, hogy mik azok a platformok 2018-ban, ahol ennek jelentősége van? Minden. Hát most azért a YouTube már nem butul annyira, mint tíz évvel ezelőtt, mert én már jártam úgy, hogy megvolt a ilyen, ilyen basszus, ami ugye monóban nem ilyen, hanem hol kell kikapcsolni ezt a kórust. Itt. Se? Na. Ez az. Hát azért ez így... Nem ilyen. Tehát itt, itt azért volt. Na, a lényeg az, megcsináltam, irgalmatlan sztereó alja volt, érted? Föltöltöttem a YouTube-ra, és jobb lett. Érted? Mert ugye eltűnt Igen. onnan az izé, és akkor, na, akkor akartam állni a fejemet, hogy, öh, hogy, hogy végül is én, az úgy, úgy, a jó. Igen. Sokkal jobb lett az alja, érted? Öh, tehát azért mondom, hogy nyomogatom én azt a monogombot. Öh, nem szoktam olyan írgatni, tehát például vannak ezek a technikák, vegyük fel az éneket, három sáv, egyet középre, érted? Jobbra meg balra. Szép. Tök jó. De Mennyivel jobb, hogyha nem teszed teljesen szét? Csak. csak ne, így, igen, igen, dukár, ö, igen. Ez például valaki rutinszerűen csapja szét jobbra-balra. Tehát van, van egy, ilyen, egy ilyen, egy ilyen nagyon vastagon meg akarok szólaltatni sávot, nem biztos, hogy énekleti gitár, vagy mit tudom, és akkor azonnal jobbra-balra, középre, és jó, üzé. Nem biztos, hogy az a legjobb, nem biztos. Hát hogy... fél, én ö, ezerszer jártam úgy stúdióba, hogy tehát az, hogy ugy, ugyanazt a sávot másolgatod, tudod, és akkor így elpicselgeted meg, oh, hát az, minden, az annál gagyibb a világon igen. nincs. Tehát az, no. az a, beindul azonnal a fésű szűrő, így... Persze, íz, Bármilyen izé, levegőben megjelenik, mert minden az kiszámíthatatlan. Világos, hogy az úgy jó, hogy mit mondjuk azt a gitárt, az kétszer fölcsapod. De Na most ugye igen. két lehetőség van. Vagy vagy olyan jó gitáros, értem, amit mondok, hogy ezt érdemes akár háromszor is fölvenni, igen, mert elég tökösen el tudod játszani ugyanazt. Vagy ha nem vagy elég pontos, érted, akkor meg egy ilyen katyvasz az egész, tehát rosszabb. Ja, hát ez mondjuk igen, tehát az ilyen triviális alapvetéseket nyilván hát nem oké, tudunk Oké, csak ugyanez az énekre, meg stb. De tehát... ha belegondolsz, az egésznek a működési alapelve pont az, hogy a két felvétel között időben különbség keletkezik. Tehát persze ugyanazt játsza. De ugye millisekundum töredék részére nem ugyanazt játszik. Hát és pont az időkülönbségből lesz. hogy nem lesz tökéletesen egyforma, igen, tehát úgy, igen, mint a fák az erdő. Mert hogyha ugyanazt játszaná, akkor lenne a gadi megoldás, hogy legoduplázod a sávot, odéptolod és a kokész. Igen, de hát az a lényeg, hogy ez ugye a, a, nem konstans változik, tehát tényleg mondom olyanok, mint az erdőbe a fák. De világos, hogyha most a fenyőfák közé beültetsz egy tölgyet, ami annyira más, az nem jó. Igen, tehát igen. Az, az, ott, az ott már rögtön mindenkinek szemet szúr. Úgyhogy, úgyhogy ezek nagyon tökre érdekes dolgok. Én is kapok egy csomó ilyen nótától így mixelgetni, meg és akkor ilyen mindenféle tudod, ezek az ilyen magic, ilyen egy gombos pluginek tudod, ami így dubler, úgy dubler, izé, multidimension, mm, k, értem, nem, <laughs> tudom, hogy mozzánk, ilyen hülyeség, tehát ami és és a teljes káosz. Igen, tehát igen. Ö, ezeknek nem látom értelmét, úgyhogy a panorámás kérdése visszatérve, vannak olyan dolgok, ahol igen fontos a, a pozíció információ, akkor inkább így mondom, tehát tökéletekítőkötök, és töké 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 melyek át jobbról balra, vagy egyik dob itt, a másik dobot, és ezzel akarok valamit, vagy csak egy ilyen sima duplázásnál egy, egy annyira minimális különbség, hogy halljam, hogy hogy mi, de én hát sem olyan, hiszek. Igen, olyan, meg olyan nagyon szélsőségesen, ugye lehet, hogy ilyesmire gondolta a, a kolléga, tehát e, ilyen nagy irányelvek nincsenek, hogy mit tudom én, a magas szint mindig kicsit jobbra, a közepeset meg mindig kicsit balra, mert ez abszolút hangszínfüggő, meg zenefüggő, meg dalfüggő. Meg dal környezet, függő. meg így Igen, van. minél mélyebb frekvenciában megyünk, és erre vonatkozott a YouTube-os példám, tehát, hogy feltöltöttem, és akkor lett jó. Mert, mert, ugye elkezdett butulni a sztereó információ, és a basszus azért, 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 lett jó. Tehát minél lejjebb megyünk, annál monóbb, annál jobb. Így van. Erre egyébként vannak mű tudod? Hogyne, 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 Tehát hogyne, ami ne, a végén masterbe ott elkezdi frekvenciánként Igen, széthúzni, csak, meg ez összetolni. Igen, mondjuk nem veszed figyelembe, már, be, így, akkor van. Van. Az így van. rögtön az, hogy 6 Tehát hogyha már úgy kezdjük, mert ezt tudod, mert tudod, akkor nyilván nem fogsz egy, egy olyan irgalmatlan sztereóbaszut használni, amit ami, ami szét van csapva mind az állat jobbra-balra. Mi volt a kedvenc dalod, amit te írtál? Melyik a kedvenc saját dalod? Az annyira gonosz volt, ezt el kell csütöm, már készültem, mikor kincigisztünk uh... akkor is. De tessék, jelöld meg a szerinted legjobb dalt, amit te csináltál. Egyet? Egyet jelölhetsz meg. Uh, az nagyon kegyetlen. Az nagyon kegyetlen. Öh, nem tudok elrugaszkodni az aktuális zenekaromtól. Mindegy, tehát azt mondd meg, az a dal, amit te csináltál, a te szerzeményed, és te a legjobbnak tartod. Hát azt is mondd el, én hogy... csináltam, és az én szerzeményem, és a legjobbnak tartom, egy ilyen dal van, képzeld el, mert ugye az, az történik, hogy olyan nincs, hogy valakivel ne dolgozzá, Aha, ugye? Persze, persze. Tehát persze. vagy van szerzőtársad, vagy te producerálsz, vagy te írod, aztán más csinálja, vagy te kevered, vagy de, de az, hogy te írod, te kevered, Ja, hogy összesen öö, egy ilyen dal van. Egy, amit én írtam, öö, én kevertem, én énekeltem. Ja, nem, én énekeltem fel a demót, aztán egy csaj, de és mindegy, akkor nem én énekeltem. De várjál, most hogy mondod? Van egy olyan is, amit, amit öö, megírtam, meghangszereltem, ugye öö, minden melót megcsináltam vele, és fölénekeltem a demót. Megmutattam az illetőnek, aki, akinek, akinek szántam, és így azt mondta, hogy de most mit keresgetünk? Hát ez most nem jó. Értem. Hát de mondom, én nem szoktam izé... Euh, figyelj, én megmutattam a haveromnak, és szerintem is jó. Szerintem, jó, hát nem szar, tehát ez én tudom. Értem. és képzeld el, hogy az maradt. Értem. Addig gyógyítottam, meg addig izéltem vele, szóval amíg hát, elviselhető éneke lett. egy lett. ülök egy asztalra, hát így mondani, jó. É, igen, vagy. és, de várjál, még folytatom. Mondja a srác, hogy nem tudunk el egy ilyen videóklipet rittyenteni. Hát mondom, de hogy, de hát van egy haverom, aki meg van ilyen kamerája, meg mit tudom én, meg megírtam a forgatókönyvet, <gül> leforgattam. <gül> Éppen hogy csak nem így vagyok a főszereplő, de hogy kitaláltam az egész torit, leforgattam, elmentem a Igen, meg, megvágtuk, meg minden szóval van ilyen, ö, de ez, ez most csak úgy ilyen mellékszálként. Na, mondok egy dalt, amire, amire tök büszke vagyok. Ö, most direkt nem a, nem a legutóbbiakból mert akkor ilyen nagyon PR szagú lenne. Mondjuk De nyugodtan, a... hát a szakmai Muszáj lesz a kedvencemet mondanom, a... mondanom, és nem tudok nem őszinte lenni, a Valahol című dal, a New Level Empire Valahol. Ismerem én, az biztos. Hát szégyed magad. <laughs> <laughs> Abban van egy, van egy olyan kis riff, ami tök egyszerű, Tehát a világ legegyszerűbb dala, viszont annyira jó játszani koncerten, mert tartozik hozzá egy ilyen irgalmatlan basszus, és te ki van rakva ide a jobb kezemre, és amikor ilyen zenekar bemutatás van, tudod, uh -huh. és odaérnek, hogy ne? Peti. Bulyá, 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 és, és Na, akkor... Lehet, hogy ezért, lehet, Igen, hogy ezért ez lehet. a kedvencem, de értem. És az mikor, vagy az hogy készült? Ezekre emlékszel? Abszolút. Meg ezek abszolút, a dolgok, abszolút, hogy honnan jönnek mind, ezek a... Figyelj, vannak nagyszülések, vannak ilyen... Jézusom, reggel kezdtük, aztán már kész is, na ez pont egy ilyen volt. Uh -huh. Tehát bevallom őszintén, egyébként ez a kis téma nem is az én ötletem volt, hanem a DJ nyúl uh, mutatta, hogy mi lenne, ha ez lenne. Ezért, mert szeretem egyébként ezeket az álló dallamkákat, amik ficelegnek ott fönn, és akkor valami talál ami... de, de az olyan most hülyeség, hogy orgona mert az ugye lent szokott lenni, de tehát, hogy, tehát van egy ilyen fix uh, kis loop, egy, egy, valami dallamka, ami állandóan megy végig, Igen, végig, és végig, így végig egy és, akkor alatt, és, akkor alatta mozog minden más. Uh -huh. Ö, úgyhogy ez, jött ez a kis, a, a, basszus ez így azonnal megvolt, és így szerintem reggeltől délig 90 százalékban. Ebéd, ebédre meg volt a Igen, így föl volt dobva, és akkor utána természetesen a Zola, aki írja a szöveget, meg, 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 meg ének dallamokat, rittyent rá, ő még oda domborította a maga kis részét. <coughs> aztán utána még meggyógyítottuk így szövegileg, hogy, hogy, hogy mi legyenek a, a nagy kardinális pontok. Aztán kész is volt. Na, zsír. És uh, mi az a, uh, melyik az a dal, amit a legjobban utálsz, viszont a közönség szereti? amin dolgoztam, vagy, vagy zenekarban ami, 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 dolgoztam. Ami, ami, ami a te, te valaha. Made by <laughs> Péter. Na és... most az a baj, hogy ezt most kimondom, érted, akkor megbántom szegénykét, aki az előadója. Nem bántod meg, nem, nem. Te, és miért utálod? Azt is mond meg. Hmm. Na jó, nem akarsz a kérdésre rászólni, kérem szépen ezt akkor kiadjuk. <laughs> Olyan nincs, amit tudok, mert, mert azért buli környezetben Tudom én. Majd kérdez meg húsz év múlva, vagy a depes Motto kérdezték, hogy biztos van ilyen igen és akkor mondta a dév dév, hogy a, melyik kis volt question of time, hogy ezt meghallja a a riffet és így ott Már rosszul. Hát minden koncerten muszáj lenyomni. Az ilyen nagy öregektől érdemes ezt megkérdezni, akik, tudod, már itt 50 éves a zenekar, és akkor az első daluk, amivel befutottak. Persze. Hát az pont 50 éve. Tehát évi száz. <s au enseit College> <s3> euh, még egy kérdés felvetődött bennem, tehát hogyha mondjuk így tétezzük fel, hogy mint én, így készen vagyok otthon, így nagyjából megvan így a kis akkordvázam, úgy mit én állnak úgy valahogy a hangszerelése, meg mit én, csak úgy, úgy tudod, ilyen, most ilyen direkt ilyen hülye szemből kérdezek, vagy ilyen Ad, próbálok önmagad. fasz, fasz lenni, igen. <gül> hogy <gül> természetesen is, akkor menni Nem, fog. hanem az, hogy az, hogy nem tudom ezt jól megfogalmazni, hogy hogy fogalmazzák hát meg, hogy a probléma. amikor hogy tetszik neki a dal, csak érzi, hogy nem jó. Tehát nem tudom, érted, hogy mit akarok? Hát mondani? ezzel kezdtem, tudod, amikor kakis a cipőd, igen, de nem igen, látod, igen, hogy igen, hol igen. van. Igen, és e, mik azok a hibák, amikkel te találkozol, akkor inkább így mondom neked. A, az elsődleges, ami a, 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 a legtöbbet előfordul. Tehát mi a leg, legnagyobb, a, legalapvetőbb aki. Nevezzük nevén. Tehát érted, hogy mit akarok mondani, mint ilyen, rossz lábdob választás, vagy nem tudom én, érted, rossz harmónia, vagy nem tudom. Uh -huh. Tehát de melyik, melyik, rossz harmónia? Tehát mit én a izé ába befogja az izét is? Tehát érted, vagy hogy? Hát jó, hát ha így, így, így konkretizáljuk a dolgot, akkor az egyik az lenne, mondjuk, hogy a a basszus és a lábdobnak az együttműködésére nem fordítanak túl sok, uh, hogyan mondjam, nem, nem gondolkodnak el rajta, hogy uh -huh. a dolgok összefüggésein. Tehát, hogy például minden lábdobnak van egy hangmagassága. ha ha. <laughs> Érted, hogy az nem, az, az nem csak úgy a, a lábdob mi volt a, uh, hogy mondjam, az abban teljesül ki, hogy az énekel egy hangot. Igen és az nagyon gyakran ö, pont rossz helyen van azzal a szerencsétlen basszussal, és hogyha ezeket egyszerre hallgatod, az pont ilyen élmény, mint hogyha két-három hangot nyomogatnál egymás mellett. Ö, na, és akkor megint visszakanyarodtunk a szó, például meghallani egy lábdobnak a hangmagasságát. Ugye az nem feltétlenül triviális ö, dolog, de ha de ha elkezded próbálgatni, akkor nekem se jön azonnal, hogy Úristen odébb, odébb énekel, hanem fura, és akkor elkezdem analizálni, megnézem, jé, hát az csak egy fél odébb állítod, már drasztikus különbségek vannak. Uh -huh. ez, ez, egy, ez egy ilyen, illetve ugye, ha, ha te csinálod a dalt, akkor hajlamos vagy ugye elfogulni az összes sávoddal ö, kapcsolatban. Demorát. és például már a, már a hangerő arányokra se tudsz figyelni. Igen. Tehát igazából annyi van, hogy, hogy elkezdett félszállni a sávot, tudod a potit, nem hallom, nem hallom, na hallom, most már jó. És az összes potit itt áll fönn. Igen. Nyilván a kivezérlés az már rég piros, csak ráraktál egy limitert, hogy ne kelljen vele szembesülnöd. Igen. Tehát ez alap tudod, hogy odarak egy limitert, ami állandóan nullán fogja, és akkor hát ez nem megy pirosba. Persze, hogy nem megy pirosba, mert oda raktad. Vedd le. Hát így meg tudod, hogy akkor a plusz hatig hajlandó mérni, és az Igen. ott beragad, és ott világít. <laughs> Például ez egy tök jó kezdés, hogy fogod a potikat, az összeset így megfogod így egybe, és lehúzott 15-tel. Igen. <laughs> és akkor szépen elkezdett. <laughs> és akkor móta igen <laughs> ja, 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 ja. igen így megszólnak benne a reverbek, egy régen felejtett sávot <laughs> igen. meghallanak, Igen. igen mondok, igen, hogy igen, igen. Jézusom, tényleg volt ez a cínis, is, hát nem, ezt már kitöröltük. Nem? Egyébként meg amit az előbb mondtál egy ilyen 5-10 perccel ezelőtt, a vokálsávoknak a duplázásáról. Tehát hogyha például föl van énekelve már háromszor, akkor arra fordítson már energiát, hogy vagy utómunkába, vagy már a felvételnél legalább próbáljuk meg ugyanolyanra, érted? Igen. Mert az aztán ö, ö, irgalmatlan ö, káoszt tud csinálni, és micsoda megkönnyebbülés, hogyha ha már csak én kézzel ugye helyre rakosgatom, uh -huh. és akkor tök jó. A továbbiak, például egy ének felvételnél rendszeresen ez egy ilyen tipikusan kezdő, amatőr, vagy hívjuk rutintalan hibának hogy sietnek a, a siet tempóban az énekes. Mert lelkes, tudod, meg akar, meg, meg ugye produkálja magát, Igen. stb. stb és, és És gyorsabban, gyorsabban. Mert az agya is úgy járt, tudod, mert, 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 mert pörög, mint az állat. Ott van az a sáv, meg, meg jó is, meg nem is hamis. Érted? Csak De ha, siet, mint, mint az, az állat, igen, csak, és ő, ő, már lehet, hogy nem veszi észre, tudod, mert annyira benne van, meg annyiszor meghallgatta. Picit odébb és, és, ez a fellélegzés, ez ilyen, ez ilyen tízszeres tud lenni egy ilyen. Nél, hogy érzed, hogy megnyugodtál. Tehát az a baj ezzel, ha valami siet, az a legrosszabb. Igen. Tehát az egy olyan, egy olyan feszültséget generál az egész nótában, és az lehet más is, nem csak ének, akár gitár, vagy mit tudom én. egyszerűen rombolja szét az esztétikai élményedet, ja, 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 ja. mert ilyen feszülté teszi az egészet, és idegesít. Inkább késsen. Igen. Mert akka, jó kis akkor legalább... Kis uh, ez akkor jó legalább kis igen, 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 igen. Akkor átbélesz ilyen... ilyen, ilyen izé or not. Fekába, és akkor, és akkor az már jó. Hát ezért szerették, tudod, a fekák azt a NPC-t, mert Persze. olyan pontatlanul lehetett vele késni, hogy hogy ilyen. az már jó. Hogyha hát, eszembe jutott valami... Tehát e, e, például a lelkes énekesek ön szorgalomból e, nem elégszenek meg azzal az egy vokásával, ami van, ugye a főszólamban, hanem kitalálják, hogy legyenek szólamok. Na most ez egy külön szakma, hogy arra Igen. milyen szólamok épülnek, és az, és az hogy lesz jó. Nem kell elvenni senkinek a kedvét, tehát ez tök könnyen meg lehet tanulni, ha visszakanyarodunk az első öt percünk tananyagához, amikor a hármas hangzatokról beszéltünk. Tehát, hogyha valaki ö, ezeknek a dolgoknak utána néz, pillanatok alatt rá fog jönni, hogy például egy ilyen szólam, milyen jó és rossz tud lenni, és hogy milyen hibákat követett el régen, és hogy mennyire hülyeség az, hogy elkezdesz így néha összeír a másikkal, néha nem, akkor vokásávot csinálok, itt fölötte van, aztán alatta, aztán fölötte, aztán... Tehát, hogy nincsen benne koncepció, igen, hogy valahogy ö, ezek, ezek megint mind ilyen igen, ezek a, mind. igen, jó, valóban a dallamvezetések, izén mi, Egyáltalán a fődollamot támogatja-e? Igen, tehát értel, igen, igen, igen. Hát ez valamint, hogy világos. Elsőhegedű, kontrahegedű. Tehát az igen, nem, nem véletlen igen, van igen, úgy igen. kitalálva. Az egy az Adott egy esetben igen, hogyha földobsz egy szólamot és akkor az, az, az olyan szinten tud rátelepedni arra a főszólamra, amit eredetileg kitaláltál, hogy, hogy, hogy át akarja az venni egész... ott a szerepet, igen. és akkor az úgy, az, úgy, az úgy nem jó. Milyen jót tud tenni mondjuk egy olyan szólam, ami nem följebb van. Tehát ugye azt ja, mondod lefele. valakinek, persze, persze. azt mondod o, valakinek, a, hogy, egy hogy énekel a csávó, csaj, tök mindegy, vokálozzunk, találjunk ki egy tercet ide, egy tercet oda, hogy mindig egyen följebb megyünk. Igen. Tehát mindig az az első, hogy akkor rá, föl, föl, fölé egy terc, egy kvint, egy izé, még föl. Próbáljuk meg lent. Az is egy szólam. Na jó, jó, én csináltam ilyen, hát most nem, nem azt mondom, hogy ilyen feltétlenül ilyen country vagy nem tudom, is de ilyen countryhoz hasonlító ezét és ott állandóan ez ment, egy ilyen pasi énekesünk volt a projektbe. Hát nem is bírta nagyon a magas hangokat, meg nem is azt, hogy nem bírta ki énekelni, mert nem szólt jól a hangja. Érted? Amikor... Mm, mm, mm. az Izé, hallott, hogy izé meg és akkor mondtam, hogy akkor lefele egy ilyen izét, és akkor jó, lett egy ilyen kis, jó kis búbánatos, ilyen ellenes, morisettes. Ja, ja, ja. hát a, ugye a countryban meg nagyon, jellemző, Igen, azért az meg ez nagyon az jellemző. És ott is Persze. az, az, hogy két szólam. Tehát Igen. ott nincs több. Igen. Van az az egy fő, és akkor mellé az az egy kardinális kvint, És akkor nincs más variáció, viszont az rohadék jól, tudja. tud Közben szóli. itt tudod, amikor kottálvány, kér egy kottálványt, a telefonnak. Azt akarom mondani, milyen kotta állvány. A, persze, a hogy a telefonnak, telefon... persze, tudod? És akkor nem tudja elolvasni az apró betűt. És ez megy éneklés közben, tudod? A zoom, tudod? És hallom, tudod, hogy... Benne van a felvétel, tudod? Ne sírj, Babám! És megy. Hát készen vagyok teljesen. Na, ö, nem tudom, tudunk jó végszót mondani? Gyere el máskor is, mert még itt jó, rengeteg mindent akarunk jó, kérdezni jó, majd tőled. Hát meg olyan humoros vagy. Meg, igen? Komolyan? Jó, nem. Hmm. Meg lesz az MPV-t, ami látunk szeretettel téged ott. Adunk neked kólát meg süteményt. Pénz. Mit szólsz hozzá. Pénz. Pészt? Jó, adunk pénzt is. Na, srácok, tessék, lehet füldeni. Adományt gyűjtünk akkor Rajczár Petire. Figyelj, hát köszönjük szépen, hogy meglátogattál Én köszönöm, bennünket. élveztem. Tényleg. Jól van, integessünk ki a gyerekeknek, és akkor köszönjük nekik is a figyelmet.